Rugalmasság, kötelezőn felüli juttatások, programok, családbarát szolgáltatások jellemzik a családbarát helyeket. Ebben a hónapban újabb három jelölt, az Audi Hungária, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Exim Magyarország vehetett át ilyen tanúsítványt. A védjegyet négy év alatt csaknem 2300 szervezet kapta meg, mondta el rádiónak Szuromi Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője. Látjuk, hogy ez egy jó értelemben vett divattá vált. A cégek, a szervezetek igyekeznek családbarát módon működni. A magyar munkaerőpiacon a jól képzett, lojális munkavállalókra nagyon nagy szükség van, nagyon nagy az értékük, nagyon megbecsülik őket a munkáltatók. És éppen ezért minden eszköz, ami nekik a kezükben van arra, hogy ezeket a munkavállalókat magukhoz vonzák, illetve megtartsák, az aranyatér. És ilyen értéknek ismerték fel ezt a védjegyet is, úgyhogy nagyon nagy örömmel tapasztaljuk azt, hogy sokan érdeklődnek iránta.